Csúri Sándor, Mátrai erdő. Erdő megfejthetetlen zöld álom, nyár bújdosik a bokraidban, s árnyékos figó. Földből kifordult becsárcsonton, szöcskék napoznak időtlenül. Kán Károly, az erdők szerelmese 1931-ben. A következő 10 parancsolatot ajánlotta a természet barátainak. Szeresd a természetet, és állítatt a lép szentélyébe. Turista mezben is kultúrember maradj. Ne feledd, turistához méltatlan maga viselette, a turistaság ügyének ártasz. Ne élj vissza a vendégjoggal, és tiszteld mások vagyonát. Turista útról le ne térj, tiltott területeken csak engedéllyel járj. Légy vidám, de nem lármás az erdőben, ne a turisták, hanem a madarak énekeljenek. Tartsd tisztán a forrásokat, patakokat és a pihenőhelyeket. Égő tárgyakat el ne dobd, erdőben tüzet ne rakj, kíméld az erdő vadjait s a mezők virágait, gyümölcsfákról még virágot se szakíts. Becsült turista társaidat, bajban el ne hagyd, mert ez becstelenség. Vas Albert, mese az erdőről. Amikor a jó Isten a világot megteremtette, és már mindennel készen volt, összehívta 4 legkedvesebb angyalát, hogy szétoszta közöttük a világ kincseit, az igazi kincseket. Neked adom a jóságot, szállj vele az emberek közé, és mindenkinek a szívébe tégy egy darabkát. Neked a szeretetet adom. Neked pedig a békességet. Az angyalok leszálltak a kincsekkel a földre. Oda mentek sorra minden emberhez. Az emberek azonban lezárták szíveiket nagy, súlyos lakatokkal. Gyűlölet, irítség, rossz indulat, kapzsiság őrizték a lakatokat. Isten angyalai hiába mentek egyiktől a másikig, a szívek nem nyíltak meg, sőt nem tehették beléjük a jó Isten ajándékait. Baj lesz ebből, háborúság, nyomor és pusztulás. Gyűlölet lakozik majd az emberek házaiban, jajgatástól lesz hangos a föld. Hallgass meg engem, édes jó Istenem! Lám, odaadtad angyaltársaimnak a jóságot, a szeretetet és a békességet, de ők bizony nem élnek velük sokat, míg az emberek szíve zárva marad. Add nekem az erdőket, és én majd megnyitom velük az emberek szívét. Próbáld meg, lelkecském, hogy kívánod, neked adom az erdőket. Azon a régi napon tehát Isten angyala lejött, hogy megszépítse az erdőt. Így na, az erdő megélet. Így, na most már minden rendben van. Az erdő pedig élni kezdett, úgy éppen, ahogy most is él. A szellő, akit ruhája ráncaiból rázott elő az angyal, járta a fákat, és a fák suttogva beszélgettek egymással. Úgy, mint ma is, éppen úgy. Vén fák odvában, sziklák üregeiben matadtak a manók, s tanítgatták az állatokat mindarra, amit tudni jó és hasznos. Mint ma is, éppen úgy. Tisztásokon, rejtett nyiladékok napfoltjain virágok nyíltak, s minden virágban egy tündérke lakott, hogy minden madár idejében megtanulja a maga dallamát, és senki az erdőben mérges bogyót ne egyék. Énekeltek, fütyörésztek, csiviteltek a madarak, mesélt a forrás. Gyertek, az erdő majd megnyitja az emberek szívét, és elhelyezhetitek benne a kincseiteket. Bevitte őket az erdő mélyébe, ott a legszebb tisztásra, amit azóta is angyalok tisztásának neveznek. Ott megpihentek és várták az embereket. Jött az első, de hiába daloltak a madarak, hiába virágoztak a virágok, hiába suttogtak a fák, és hiába mesélte legszebb meséit a forrás,
Az ember nem látott és nem hallott meg belőle semmit. Fejszét fogott, levágott egy fát, és elment vele. Szíve nem nyílt meg egyetlen pillanatra se. Rontó ember volt. Az angyalok nagyon elszomorodtak, amikor látták, hogy hiába szép az erdő, a rontó ember nem látott és nem hallott meg belőle semmit. Megsiratták a szerencsétlent, amikor elment, zárt szívvel, hidegen. Ez volt az első harmat a földön. Az estéli harmat, angyalok könnye. Aztán jött a második ember. Jött, de ő se látott meg semmit az erdőből. Vakon és süketen haladta maga útján, fejét lehajtva holta, és száraz rőzsét gyűjtött. Száraz ágakat keresett, csupán az élő, csodaszép erdőben. Az ő szívesen nyílhatott meg. Jött és elment. Gyűjtő ember volt, közönös ember. Az angyalok megsiratták őt is, még jobban, mint az első. És ez volt a második harmat az erdőn, a hajnali harmat. És ekkor jött a harmadik ember. Jött, megállt a tisztás szélében, és meghallotta sírni az erdőt. Meglátta a virágokat, a fákat, meghallotta a csermányt. Istenem, milyen szép! És abban a pillanatban lehult a szívéről egy nagy, rozsdás lakat. Akkor kelt a nap. Kacagó sugarai aranycsikókon nyargálták végig a fák tetejét. Szempillantás alatt felszáradt a harmat, szétfoszlottak a ködök. Ragyogott a kék ég, csillogtak a fűszálak. Egy sárga rigó felröppent a legmagasabb fenyő tetejére, és vidámat nagyot füttyentett. És erre egyszerre megszólalt minden madár. Kacagtak a virágok, és kacagott a patak. Milyen szép! Az angyalok pedig odaléptek hozzá, egyenként, lábújhegyen, és nyitott szívébe beletették a kincseket, a jóságot, a szeretetet és a békességet. S így van azóta is. Háromféle ember él a világon. A rontó ember, a gyűjtő ember és a látó ember. Te látó ember leszel, ugye? Megnyílik a szíved, és amikor visszatérsz újra az emberek közé, a rontó emberek és a gyűjtő emberek közé, és ők hiába gonoszok hozzád, te mégis jóval viszonzod gonoszságukat, szeretettel vagy mindenki iránt, és az élet legsúlyosabb perceiben is derül, és békesség van a homlokodon. Csak akkor látják meg rajtad, hogy az angyalok tisztásán jártál. Vándor, ki elhaladsz mellettem, ne nyújts rám kezed. Én vagyok a tűzhelyed melege, hideg téli éjszakákon, én vagyok a tornácod barátságos fedele, melynek árnyékában menekülsz a tűző nap elől, s gyümölcsöm oltja szomjadat. Én vagyok a gerenda, mely házadat tartja, én vagyok asztalod lapja. Én vagyok az ágy, melyben fekszel, a deszka, amelyből csónakodat építed, én vagyok házad ajtaja, bölcsőd fája, koporsód fedele, vándor ki elmégy mellettem, hallgasd a kérésem, ne bánts!